most lett itt frissíven ezen a részen egy késő vaskori, valószínűleg keltákhoz köthető falu része. A kerámia alapján időszámítások előtti második század környéke. Augusztus vége óta zajlanak ásatási munkálatok a karcagi ipari park területén. Mivel ezen a részen egy új üzemépület fog épülni, ezért mindenképpen szükséges volt egy régészeti leletmentésre. A területen dr. Mali Péter, a Damjanich János Múzeum régésze vezette körbe az önkormányzat dolgozóit. Ezen a területen 6 különböző korszaknak a települését találtuk meg. Ezek közül a legidősebb a bronzkor időszakára keltezhető, időszámításunk előtti 16.-15. századra. Ezt követi egy koravaskori, a 8 időszámítás előtti 8-9. századból. Van egy kisebb későváskori kelt a településünk az időszámítás előtti 2.-3. századból, amelyet egy római császárkori időszámítás szerinti 3. századból, majd a honfoglalást megelőző avarkori falu, a legfiatalabb korszakunk pedig a 15-16. Századra keltezhetően egy kun település, ami a középkori karcagnak az egyik előzmény települése. Ez volt az egyik első objektum, amiből kiderült a kun falu. Nagyjából ezen a részen indul, és itt egy nagy kenyérsütő kemence, illetve egy agyagnyerő bánya van hozzá. Ennek az agyagnyerő gödörnek az egyik fő lelete, kollega hozza. Ez egy keresztelő medencének a sarka. Ezt már másodlagos helyzetben valószínűleg azért hozták ide, hogy hátra fel tudják még valamire használni, mert a kő az azért értékes. Ez akkor mehet is nyugodtan körbe. És így már sokadlagos helyzetben érkezett ide. Az ásatások során számos érdekes helyet és abban a korban használatos eszközt találtak a régészek. Erről is kérdeztük dr. Mali Pétert. A legérdekesebb leleteink a római császárkorból egy fazekas kemence, ami egy igen kiemelkedő lelet, főként, hogy ilyen formában megmaradt. Emellett egy koravaskori tömegsírt is feltártunk, ahol 10 egyénnek a maradványait találtuk meg. A kun településhez kapcsolódóan igen nagy mennyiségű gazdasági tevékenységhez kapcsolódó jelenséget találtunk, különböző bányagödröket, illetve műhelyeket, kemencéket. Ehhez kapcsolódik az egyik leglátványosabb és legérdekesebb leletünk, ez a faragott kő, amely egy keresztelő medencének a sarok töredéke. Két avarház egymásba ásva, amelyik egyértelműben látszik, az az alapárkos kisház. Ez is egy érdekesség, mivel hogy ennyire szép alapárokkal a dokumentációban, tehát a szakirodalomban nem találkoztuk vele. Jellemzően mindig csak egy vagy két falban megerősítve, úgyhogy alapárok kezdve. Tehát ez az alapárok, ez a vékony sáv. Ebbe rakták bele a gerendákat, amikre utána fölépítették a gerendaházat, illetve a cölöpjukak, amik tartották. Ez egy 8 cölöpjukas rendszer. Sarkából már elbontottuk, mert meg kellett néznünk, alá kellett néznünk, volt egy kis tűzhelye. Megkértük dr. Mali Pétert, mutasson néhány feltárt eszközt kameránknak. Ez egy koravaskori edénytöredék. Maga az edény valószínűleg egy körbefutott, egy ilyen bikaszarvat imitálva, amelyen több kisebb csésze volt. Ez a vaskoros kollega elmondása szerint egy teljesen unikális darab, még nem ismeri pontos párhuzamát. A másik érdekesség az egy később bronzkorra keltezhető kisbögre. Ez teljesen ép, szépen díszített. Igazából a rend szép teljes díszítése majd a tisztítás után fog kiderülni. A földet is benne hagytuk, mert hogy hát, ha sikerül majd... Az előkerült tárgyakból a tervek szerint a múzeum és az önkormányzat egy kiállítást szeretne majd megvalósítani a közeljövőben.